Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék az első 1.17-es Minecraft videómmal. Jelenleg a beta 1.16200-as verzióban vagyok, ahogy ott láthatjátok, fönt is kiírva, és azért nem a snapshot jelzőt használtam, mert a szemfülesebbek már biztosan észrevették, hogy most jelenleg a Bedrock Editionben vagyok, nem pedig a Java Editionben. A legelső frissítések, ugye az 1.17-es verzióhoz a Bedrock Editionbe kerültek be, hogyha esetleg ti is szeretnétek elindítani a beta editiont, akkor a leírásban fogtok találni egy linket, amin keresztül megnézhetitek, hogy hogyan is lehet pontosan átállítani a játékot erre a verzióra. Viszont az fontos kiemelnem, hogy ha a bétában indítotok el egy világot, akkor mindenféleképpen mentsétek le a többi bedrockos világotokat, ugyanis elveszíthetitek az összes mentéseteket, ami viszont annyira talán nem király. Ebben a verzióban három darab új dologgal találkozhatunk, a Snowware Snow-val, tehát a Powder Snow-val, amit majd a videó legelején fogtok látni. Minden újdonságot el fogok ezekről magyarázni, legalábbis azokat a dolgokat, amik jelenleg elérhetőek hozzájuk. Biztos, hogy még nagyon-nagyon sokat fognak változni, illetve majd a Java Editionben is szépen részletesen újból át fogjuk ezeket venni, viszont jelenleg szeretnék minden tudást átadni nektek. Szó lesz a kecskékről is, a teljesen új mobokról, akikre ugye tavaly lehetett szavazni a Minecon Live alatt. Egyébként nekem ők tetszettek a legjobban, szóval nagyon-nagyon örülök, hogy bekerültek a hegyi kecskék a játékba, és egy hozzájuk tartozó itemről is fogok nektek beszélni, a kecske szarvról, amit itt láthattok az inventory báromban, ugye ott a harmadik szloton. Úgyhogy szerintem kezdjünk is bele a videóba, és akkor nézzük is meg, hogy pontosan mit is tud az új hóblokk, mit tudnak a kecskék, hogyan viselkednek a kecskék, illetve minden egyéb ilyen nyalánkság. Szóval a Powder Snow, tehát a porhó, a Snowware Snow, nevezzük ahogy csak szeretnénk, bekerült a játékba, és így néz ki. Nagyon-nagyon nehezen megkülönböztethető szerintem a rendes hótól, viszont hogyha kicsit jobban odafigyelünk, akkor azért szerintem látható a különbség. Viszont az biztos, hogyha az ember csak úgy sétálni fog valahol, akkor nagyon-nagyon nehezen fogja majd megkülönböztetni a Powder Snow-t a sima Snow-tól. Amit érdemes egyébként erről az új hófajtáról tudni, hogy jelenleg csak kreatív módban elérhető, jelenleg nincsen kraftolása, úgyhogy sajnos nem tudjuk elkészíteni, viszont nagyon-nagyon hasznos lesz, hogy esetleg szeretnénk csinálni egy titkos bázist, vagy esetleg egy csapdát, akkor meg tudjuk vele majd viccelni a többi játékost, vagy akár a moboknak a farmolására is szerintem ezt fel tudjuk használni, hogyha sétálunk rajta, akkor belesüppedünk, nem csak a játékos, hanem minden mob, kivétel a kecske, ugyanis a kecskék elkerülik, vagy átugorják ezt az újfajta havat, hát hogyha nincsen más lehetőségük, akkor hatalmasat ugranak, úgy, mint a rókák, és igazán okosak, ők nem szeretnének belesüppedni ebbe a hóba, valószínűleg azért is, mert ugye ebben a légkörben élnek, már hozzászoktak ehhez az újfajta blokkhoz, úgyhogy nem annyira buták, mint az összes többi mob. Hogyha a játékos hóba szorul, akkor hópelyhes effektet fog látni, ez viszont nem sebzi jelenleg a játékost, ami szerintem nagyon-nagyon furcsa, ugyanis eddig ugye a Minecraftban úgy volt, hogyha ugye beleszorultunk egy blokkba, akkor elkezdtünk sebződni, na most ez az első olyan blokk, szerintem, legalábbis most jelenleg nem tudok a másik ilyet felsorolni, amiben hogyha a játékos beleszorul, akkor egyáltalán nem sebződik. Viszont lehet, hogy ez majd a későbbiekben változni fog, ugyanis majd mindjárt meglátjátok, hogy milyen effektet kapunk, amikor belekerülünk a hóba. Jelenleg tényleg csak annyit tud, hogy lelassítja a játékost, vagy ugye a mobokat, amik belekerülnek, illetve ami még nagyon fontos ezzel az új hóval kapcsolatosan, hogy nincsen fall damage, hogyha erre a hóra érkezünk, illetve hogyha bőrcipőt hord a karakter, akkor nem süllyed el benne, ezt is meg fogom nektek mutatni. A nincs fall damage-et úgy értsétek, hogyha például nagyon-nagyon magasról leesünk, de egy ilyen blokkra esünk rá, ugyanúgy, mint a slime blokknál nem sebződik a karakter. Viszont, mivel át tudunk rajta esni, ezért például, hogyha esünk, belesüppedünk ebbe a hóba, majd újból esünk, akkor a hónak a magasságától fogja számítani a fall damage-et, tehát nem véd meg minket teljesen, csak akkor, hogyha a földön van és a földre érkezünk. Nehezen megkülönböztethető a sima hótól, kicsit más a textúrája. Igen, ugye ezt elmondtam, és akkor szerintem nézzük is meg ezeket, hogy hogyan is működnek az életben, illetve ugye a játékban. Úgyhogy első körben megmutatom nektek a sima havat, szerintem azért ezt már ismeritek, de azért jobb, hogyha látjátok ténylegesen a különbséget, ugye, hogyha itt a sima hó, simán tudok rajta sétálni, nincsen semmi probléma, viszont, hogyha átmegyek erre az új hóra,
akkor láthatjátok, hogy megkapom ezt az új effektet, bele is tudok teljesen sétálni, viszont túlélő módban vagyok és nem sebződik a karakterem. Egyébként nekem ez az új effekt kifejezetten tetszik, olyan, mintha valami mesébe kerültünk ma, nem tudom, a jégvarázsba vagy valami hasonló, és még érdekességképpen ebben a hóban fölfele is lehet menni, tehát hasonlóan működik, mint ugye az állványzat blokk, úgyhogy akár ezt is tudjátok használni építkezésre, lehet ezt még könnyebben meg is lehet szerezni, mint ugye a bambuszból elkészíthető állványzatot, és láthatjátok, hogy itt is ugye ez az újfajta hó van, ez a porhó, én legalábbis így neveztem el, nem tudom, hogy mi lesz ennek a pontos magyar fordítása, de teljesen bele lehet ebbe is süppedni, és hát láthatjátok, hogy sokkal, de sokkal lassabb vagyok, mint hogyha ugye csak simán sétálnék a földön, de hát ez érthető, hiszen ugye sokkal nehezebb is a hóban sétálni, ezt szerintem már mindannyian tapasztaltuk az életben is. Jó, fölmegyek, és akkor megnézzük, hogy hogyan néz ki, hogyha ezen én itt végig szeretnék sétálni. Hát nem igazából sikerül, viszont hogyha ugrálok, akkor igen, akkor keresztül tudok rajta menni, így pedig le tudok hoppanni. Megmutatom azért nektek gyorsan azt is, hogy mi van akkor, hogyha ugye ráesünk erre az újfajta hóra. Elnézést, hogyha kicsit bénázom, nem nagyon szoktam egyébként ezzel a Bedrock Edition-nel játszani, csak kalandpályákkal. Szóval nekem ez a Survivor része, meg ez a menü része nagyon-nagyon furcsa, ugye a Jávában nem ilyen. Úgyhogy visszaváltok Survivorre, ráesünk, és láthatjátok, hogy nem sebződtem semmit. Nyilván ekkora magasságból azért már kellett volna valamennyi sebzést bekapni a karakteremnek. Gyorsan megmutatom, hogy mi van akkor, hogyha bőrcipő van rajtam. Láthatjátok, akkor simán tudok rajta sétálni, tehát nem süllyedek bele. Ez ugye az újfajta hó. Gyorsan azért megmutatom, powder snow, tehát nem a sima hó. És hogyha felveszek egy másik fajta cipőt, azt még talán érdemes megmutatni. Akkor viszont el fog süllyedni a karakterem, tehát nem a cipő teszi, hanem maga a bőr fajtája. Fölveszünk mondjuk az új Netherite cipőt, nyilván annyira már azért nem új, de láthatjátok, hogy ezzel bizony bele fogok süllyedni az új hóba, úgyhogy végre van valami haszna a bőrcipőnek. Igazából, hogyha majd mentek a hegyekbe, akkor lehet érdemes bőrcipőt húznotok majd a jövőben. Na jó, szerintem mindent áttárgyaltunk erről az új hófajtáról, majd hogyha esetleg valami újat tudok velük kapcsolatosan mondani, kijön a Java Editionbe is, akkor újból át fogjuk venni, de szerintem ennyi lényegében elég is. Aztán a kecske, talán az egyik legizgalmasabb dolog az új update-ben, az Extreme Hills Biome-ban spawnol, tehát az ilyen magas hegyeken, és van egy érdekes tulajdonságuk, mégpedig, hogy kisebb sebzés éri őket, hogyha leesnek valahonnan, mint a többi mobot, tehát tényleg felkészültek erre a hegyi életre. Ezt nem tudom, hogy hogyan demonstráljam nektek, ugyanis nagyon kevés életük van ezeknek a kecskéknek. Hogyha jól számoltam, nagyjából 7 HP-val rendelkeznek, de ebben nem vagyok teljesen biztos, mert ha ököllel ütöm őket üres kézzel, akkor 5 ütésre halnak meg, viszont hogyha a gyémánt karddal sebzek rájuk, ami ugye 7 damage-et ad nekik, akkor nem halnak meg egy ütésre. Nem tudom, hogy itt a Bedrock Editionben ez pontosan hogyan is működik, hogyan kellene kiszámítani egy ökölcsapást. A Java Editionben ugye így van, de nagyjából ilyen 7 HP-val rendelkeznek ezek az új mobok, 7-8 HP-val, és hát láthatjátok, hogy nem halt bele abba, hogy ilyen magasról esett le. Hát igazából nem tudom, hogy mennyire magasról kellene ledobni ezeket a kecskéket, de azért megpróbáljuk mondjuk ebből a magasságból, hogy túlélje. Azért ebbe szerintem már elég sok mob belehalna, de láthatjátok, hogy igazából túléli. Viszont így nagyon furcsán néz ki ez a fenyő, úgyhogy egy kicsit lejjebb bontjuk. Mit érdemes még tudni a kecskéről? Búzával szaporítható, és több gidája is születik. Igen, egyébként talán ő az első olyan mob, amit hogyha szaporítunk, akkor egyszerre többet is ellik, úgyhogy megkapják a búzát, szerelembe esnek, és mindjárt megláthatjátok, hogy egy csomó kis kecskegida fog megszületni, remélhetőleg, és jelen esetben, hogyha jól látom, 3 darab is született, viszont ez nem a maximum, tehát hogy ennél sokkal több is lehet. Láttam olyan esetet is, amikor 6 darab kecskegida született, úgyhogy szeretnék azért ennél többet látni. Szerintem többre is képesek vagytok, srácok, hogyha jól látom, megint 3 született. Igen, ugye a kicsik is követik a búzát, szóval így lehet őket esetleg bevonzani, hogyha szeretnénk. Ugye megnézzük, hogy ott hány darab lesz. Na ez már azért szép, hogyha jól számoltam, akkor itt 5 darab kecskegida jött világra, szóval nagyon-nagyon produktívak, hogyha arról van szó, hogy újabb kis kecskéket hozzanak a világra. Egyébként szerintem baromi aranyosak, hogy ilyen gyapjasak. Aztán néha megtámadják a játékost, ugye le tudják lökni a hegyről, ezt is ugye már láthattuk a Minecon-on. Igazából ez nagyon-nagyon ritkán történik. Lehet, hogy át is váltok túlélő módba innentől kezdve, és hát ha beadja, de tényleg extrém ritka, tehát nem egy túlzottan agresszív mob, de ha mégis úgy alakul, hogy meglöknek, akkor legalább majd látjátok, egyébként hatalmasokat ugranak, tök cukik,
Ja, aztán amit még érdemes tudni róluk, hogy mobokra is rátámadhatnak, nem csak a játékosra, például tehenekre, birkákra, lerakok néhány tehenet is, hát ha esetleg rájuk agróznak, és megpróbálják őket lelökni a hegyről, de ez is egyébként eléggé ritkás, szóval jelenleg azért nem annyira védik a hegycsúcsokat. Aztán, hogyha fának ütköznek, elhagyják a szarvukat. Erre én egyelőre még nem láttam példát, egyébként nem véletlenül raktam ide ezt a fát, hát ha esetleg neki mennek, próbáltam őket bekeríteni is, de akkor se nagyon mentek neki, de van rá esély, hogy neki mennek a fának, és olyankor droppolják a goat horn-t, azaz a kecske szarvat. Ugye ez itemként jelenik meg, és hogyha jobb klikkelünk rá, akkor bele tudunk fújni, ez pedig hasonló hangot hallat, mint amit a raideknél lehet hallani. Úgyhogy eléggé fura, hogyha szeretnénk kecskeszarval trombitálni a hegytetőről, esetleg jódlizni egy nagyot, akkor most már erre is van lehetőségünk. De eléggé bánatos ez a dal, nem tudom, én nem hiszem, hogy sokat fogom használni. Jelenleg ennek semmi értelme, legalábbis a játékosok még nem jöttek rá, hogy mire is lesz ez pontosan jó. Aztán, hogyha rátámadunk, nem támad vissza, ez még mindig a kecskére igaz, nem pedig a szarvára. Szóval nem igazából lehet külön őket beagróztatni, hanem hogyha úgy döntenek, hogy megtámadnak minket, akkor megtámadnak, de úgy egyébként, nézzétek meg, elkezdem ököl lelütni, és csak pörök körbe-körbe, nem támad vissza, szóval nem egy agresszív mob. Csak ha ő éppen úgy gondolja, hogy agresszív szeretne lenni, akkor támad ránk. Úgyhogy eléggé furák ezek a kecskék, de talán pont ezért lesznek majd nagyon-nagyon aranyosak is. Az új hegygenerálás sajnos még nem került be a játékba, ugye a Minecraft-on azt is ígérték, hogy majd a Caves and Cliffs update-ben nem csak a barlangok fognak megváltozni, hanem a teljes hegygenerálás is, és csodálatos, havas hegycsúcsokat láthatunk majd a játékban. Sajnos ez még a régi generálás, láthatjátok is, és csak Bedrock bétában elérhető, és hamarosan valószínűleg majd jön a Java Editionhöz is, ez a sok-sok újdonság, viszont előtte ugye majd még ki fog jönni az 1.16.4-es update, utána fognak majd csak belevágni a Mojangosok, vagy hát Microsoftosok, kinek hogy tetszik a Java Editionös snapshotokba. Úgyhogy lényegében ennyit tudtam nektek most mutatni, ennyi elérhető az 1.17 Caves and Cliffs update-ből, remélhetőleg hamarosan majd tudok még nektek más újdonságot is mutatni. Hogyha ismeritek a csatornámat, akkor jól tudhatjátok, hogy már egészen Minecraft 1.7 óta csinálok ilyen snapshot videókat, játékbemutató videókat, szóval ha nem szeretnétek lemaradni a Minecraft újdonságairól, akkor mindenféleképpen kövessétek be a csatornámat, nyomjátok meg a csengőt, illetve ha hasznosnak találtátok ezt a videót, vagy tetszett nektek, akkor kérlek, dobjatok rá egy lájkot is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, mindenféleképpen írjátok meg a véleményeteket azzal kapcsolatosan, hogy mennyire tetszik nektek az update, mit vártok a legjobban, melyik új mob számotok a legkedvesebb. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Andi voltam. Sziasztok!